a mozaik, ahol a legjobb duma folyik. Ez a mozaik, itt megtudod, hogy mi zajlik. Ez a mozaik, híradó előtti napra kész áradat. Ez a mozaik, politika, film, kultúra, divat. Köszöntök mindenkit szeptember 14-én is, amelyet a Keresztény Egység napjává szenteltek. Ezt a napot 1996 óta ünneplik a Pannonhalmi Főapátság alapításának 1000 éves évfordulója emlékére. 1861-ben ugyanakkor ezen a napon nyitotta meg kapuit a Budai Népszínház. A repertoár nagy részét népszínművek és operettek alkották. A Budai Népszínház kiváló tehetségeket is nevelt, köztük Blaha Lujzát és Jászai Marit, akik később a Nemzeti Színházhoz szegődtek. Folytassuk újdonsággal műsorunkat. Legújabb rovatunkban, amely az Újra gombolva nevet kapta, olyan régi tudásnak, mesterségeknek, nagyszüleink által művelt foglalkozásoknak nézünk utána, amelyek még ma is élnek, régi vagy akár újra gondolt formájukban. Az Újra gombolva rovat mestereit Fleischer Ildikó munkatársunk kutatja fel, és szívesen várja az önök ötleteit, ajánlatait is. Első alkalommal az újraéledő nemezelés technikáját ismerhetjük meg jobban Csíki Emőkétől. Nemezeléssel készíthetünk ékszereket, kalapokat, lábbelit, takarókat, táskákat és még sok más egyebet. Csíki Emőke 18 évesen találkozott először a nemezeléssel, és 4 éve foglalkozik vele intenzíven. Ma ő mesél nekünk az ős magyarok körében is elterjedt technikáról. Emőke épp egy sejemnemes sálon dolgozik, amelyhez a sejmet már előre megfestette, és merinói gyapjúból teszi rá a mintát, majd ezt követi a nemezelés folyamata. Gyapjú szálak átmennek a sejmen, és ott összegubancolódnak, ugye ez a nemeznek a lényeg, ez egy nemezelődés elve. A gyapjú ebben az esetben önmagában nemezelődik, tehát nem a sejemmel, a sejmen csak átmegy, és így a kettő együtt összeáll. Egy ilyen sál lesz belőle, és ilyen, így teljesen átmegy a túloldalán látható a gyapjú. És akkor egy anyag lesz tulajdonképpen. A különböző táborok, tanfolyamok és szakképesítések mellett lehetősége volt neves személyektől is elsajátítani a nemezelés technikáit. Tanultam Virág Istvántól és Nagy Marintól, akik igazából a nemezelést hát visszatanították, úgymond Európába, tehát nekik köszönhetjük azt, hogy megismerkedhettünk a nemezeléssel. 10 év közgazdászi munka után, felhagyva foglalkozását, most már nem csak hobbiként nemezel. Ideje nagy részét kis műhelyében tölti, amelyet Manó Nemez műhelynek nevezett el. Sokkal jobban érzem magam ebben a tevékenységben, mint az üzleti világban. Sálak és különböző ruhafélik készítéséhez kimondottan az ausztrál merinói gyapjúja ajánlott, hiszen rendkívül finom szálas, puha tapintású és nem szúr, kellemes a viselése. Ezt színezni vegyi és növényi anyagokkal egyaránt lehet. Emőke mindkét változatot használja. Ez egy falra való. A növényeket... Hát miután begyűjtöm, megfőzöm, annak lesz tulajdonképpen egy leve, tehát az a festő lé, és különböző pácolással, főleg timsóval pácolom előre a gyapjú. Utána teszem át a festő lébe, amit a növényekből nyertem, és azt is főzéssel rögzítem tulajdonképpen az anyagba, tehát hogy főzéskor megfestődik, és utána aztán használom, tehát szárítom és használom a nemezeléshez. Nagyon-nagyon sok gyógynövény tulajdonképpen fest is, és ezért hát sok mindent fel tudunk használni a környezetünkből, és én ezt szeretem nagyon, hogy a természet tulajdonképpen adja
ezeket a gyönyörű szép színeket, és olyan csodálatos, hogy a növényi festéssel megfestett gyapjú, bármivel festem meg, mindennel találta. Valahogy úgy a természet úgy alkotta, hogy teljesen harmonikus minden szín. Ahhoz, hogy a gyapjú finom, puha legyen, át kell fésülni egy kártológéppel, de ez az eszköz színkeverésre is tökéletesen alkalmas. Emőke főleg használati tárgyakat készít, táskákat, papucsokat, sálakat, drapériát, falinemezeket, ékszereket. Ez egy érdekes technika. Ezek párban készülnek. Ez a pozitív-negatív, tehát az egyikből, amit kivágok, egy ilyen színes lapot készítettem ehhez, és a mintát, amit kivágtam, azt áttettem egy másik fehér háttérre. És akkor így egyszerre két nemez készül el, és hát ezek testvérek. De jó. Párok. Hogy én is kipróbáljam a nemezelést, egy kis virágot készítettünk el Emőkével. Mindehhez csupán gyapjúra, szappanra és meleg vízre volt szükség. A virágnak a szirmaihoz a kis csikocskákat tesszük le. Én nagyon vékonyra, ez merinói gyapjú, ez a szalaggyapjú, és ilyen kis tincseket teszünk egymásra. Hát ez egy ilyen jó türelemjáték, de olyan jól lecsendesíti az embert. Miután több réteg gyapjú csíkot egymásra helyeztünk, lenyomkodjuk és bevizezzük. A szappan azért kell, mert a lúgos közegben a gyapjúszálak, mivel olyanok, mint a haj, kinyílnak a részecskék és jobban egymásba tudnak kapaszkodni. Pici ilyen függönnyel vagy fóliával le lehet takarni azért, mert hanem ez a merinói gyapjú nagyon könnyen a kezünkhöz ragad. És lenyomkodom, és elkezdem simogatni. Ez fontos, hogy így körkörösen ezt jól csinálni. Ezt most felvehetjük, megpróbáljuk felvenni. Azt hittem nehezebben fog feljönni. Igen. És akkor már így ennyire összeállt. Ezt most így a kezem között is tudom simogatni. Majd összegyűrtük, ezt már erősebben a két kéz között lehet művelni, majd megformáltuk a virágocskát. Minél vékonyabb a nemez, annál könnyebben összeáll. Ezután kimossuk belőle a szappant és megszárítjuk. Ahogyan szárad, abban a formában fog megmaradni. Az újdonságoknak még nincs vége, mert a következőkben hazánk első társas játékokról szóló dokumentumfilmjéről fogunk nem csak beszélgetni, hanem egy kis ízelítőt is nyújtunk belőle. A játszma.ról dokumentumfilmjében, a Zsokumentárban a társas játékok területén szakértőnek számító személyek is megszólalnak. A film számos érdekes kérdésre válaszol. Miért játszunk egyáltalán? Ki mit keres egy társas játékban? Milyen tévhitek élnek a társas játékokkal kapcsolatban? Jön itt a Mozaikban és a Zsokumentár dokumentumfilm. Mai vendégeink Nagy Gábor, a játszma.ról szakbolt alapítója és vezetője, a Zsokumentár film megrendelője, valamint Rab Zoltán rendező, operatőrvágó, hangmérnök. Köszöntelek, fiúk! Köszönjük a meghívást! Szia! És hát, amint a felkonfomban is mondtam, ez a dokumentumfilm, a Zsokumentár valóban hazánk első ilyen jellegű dokumentumfilmje, ami a társas játékokról és a játszás öröméről is szól. De hát is adom a szót, miről szól pontosan, kik szólalnak meg benne, és mi volt az az elindító szikra, hogy azt mondtátok, hogy igen, nekünk ebből egy ilyen kis dokumentumfilmet kell készíteni. Hát először is az alapötlet az nem volt egy ekkora projekt, sokkal egyszerűbb volt az alapötlet, és azt késztetett erre, hogy meguntuk, hogy állandóan magyarázni kell a hobbin kívülállóknak, hogy mi az, hogy társasjáték. Meguntuk, hogy ugyanazokat a tévhiteket kell mindig leharcolni, ilyen Don Quixote-szél malomharcszerűen. Ezért jött az ötlet, Zolit ismerve, hogy ezt egybe kéne foglalni, és aztán kiforrott ez egy ilyen nagy projekté. És hát rengeteg munkatárs dolgozik a háttérben. Hát
Igen. Úgy tűnhet. A projekt méretét illetően tényleg olyan, hogyha egy óriási stáb dolgozott volna. Igazából a projektet a Zoli vitte és Ali kollégám. Uh-huh. Ali írta meg a szöveget, és jött az alap elképzelésekkel, és Zoli pedig ezt csodálatosan vászonra vitte. És ha már így a tévhiteket emlegettél, akkor milyen tévhitek keringenek azért? Elég sok tévhit követi a társasjátékokat, ilyen például, hogy a társasjáték kizárólagosan csak gyerekeknek uh-huh. való tevékenységek, vagy hogy a társasjátékok drágák. Hát még ezen kívül még van 4, amit inkább hagynék majd a meglepetésnek, de ezeket leszerettük volna mindenképpen tisztázni, és mindenképpen úgy szerettük volna, hogy ezt ne mi mondjuk ki, mint bolt, hanem bevontunk másokat is. És hát Zoli, te a rendezője vagy a dokumentumfilmnek, az operatőr, a vágója, úgyhogy én azt mondom, hogy most egy kicsit tekintsünk bele a dokumentumfilmbe, és akkor utána visszatérünk, mert így mutatkozik meg konkrétan a te munkád és a ti munkátok is, nézzük. Jocuri societate sunt acele jocuri care bla bla bla, nu le am, nu sunt acest tip de om, nu, eu le joc de plăcere. E pentru copilul din tine. Dacă la vârsta pe care o ai, nu mai ai acea atracție pentru aspectul ludic pe care o aveai în copilărie, cred că ai pierdut deja ceva. Jocurile sunt o chestie foarte faină, deschisă pentru toată lumea, pentru oricine, să aducă oameni din orice pătură socială la aceeași masă. Părinții în momentul de față sunt nemulțumiți de faptul că copiii stau foarte mult pe telefon, pe tabletă, la televizor. Și atunci încearcă să-i scoată din acea zonă. Nu o să poți să-l iei niciodată din fața lor. Și akkor egy kis betekintést nyerhettünk. Tulajdonképpen ez a dokumentumfilm már élőben debütált, igaz, itt Marosvásárhelyen augusztus 31-én. A művészmoziban, viszont online bemutatóra szeptember 19-én 19 órától. Illetve a vásárhelyieknek adatik még az a lehetőség a Kultúrpalotával való együttműködés alapján, hogy 18 órától meg lehet nézni élőben a kisteremben. Uh-huh. És online platformon hol? Online platformon a YouTube-on lesz fent. A zsokozaur.ro-nak a YouTube channelén fog megjelenni ez. És hát milyen elv mentén haladtatok, amikor megszólaltattátok akár az interjú alanyokat? Kik voltak ők? Mi volt az elképzelésetek akár így rendezőként? Még nagyon röviden az előző témához csatlakoznék, hogy a csapat. Tehát Alin kívül adta hozzá a hangját, gyönyörű, hogy mondjam, tökéletesen passzolt a projekthez Rudi Moka. Itt meg a ti kollégátok Berecki Botinak szeretném köszönni a segítségét, ő segített a felvételezésben, a vételezésben, illetve Eperjesi Noémi adta hozzá a rajzait. Uh-huh. És válaszolva a kérdésre, az volt a cél, hogy úgymond a társasjátékokról szóló dokumentumfilmben a szakmának a fő játékosait, meghatározó játékosait megszólaltassuk. Így volt a filmben társasjáték boltos, társasjáték klub tulajdonos, több is volt társasjáték tervező, az egy nagyon érdekes szakma, illetve tartalomgyártó is többek között. És hát ti szerettek társasozni? Én ritkán szoktam, de ezután annál nagyobb szeretettel filmezek társasjátékozást. És te, Gábor, tudsz úgy társasjátékozni, hogy így egy kicsit háttérbe hagyd a szakmai ártalmat, úgymond? Hát az utóbbi időben 2 gyerkőccel a kislányommal szoktam, baráti körben már szinte zéró, de még várunk egy pár évet, és akkor alig várunk. Tudjuk újra kezdeni a baráti körrel is ezt az alkalmi játszást, mert
Hát hiányzik. Ezért a gyerekek, gondolom, jó tükrei, hogy a társasjáték sikeres vagy sem, működik vagy sem, leköti őket vagy sem. Így van, nagyon meg kell tanulni választani. Uh-huh. Ugye nekem most relatíve könnyű, de azért még én is nyúltam mellé, tehát én is vittem haza olyan játékot, ami végül is nem jött be. Ez is mutatja, hogy mennyire stílus kérdése az egész társasjáték, vagy ízlés kérdése. De érdemes olyan helyre elmenni, ahol ebbe tudnak segíteni, mert nagyon mellé lehet nyúlni. Most Zoli, téged kérdezlek, nem feltétlenül a te szakterületed, de szerinted, mint kívülálló, milyen egy jó társasjáték? Aztán meghallgatjuk a szakmai véleményt is. Hát én most már... Milyen társasjáték mellé tudnál leülni? Felvértezve szaknyelvi kifejezésekkel el tudom mondani azt, hogy nagyon fontos, hogy mindenki tudja, hogy melyek azok a játék mechanikák, mechanizmusok, több is van, ami neki bejön, ami számára mondjuk alkalmas. Ezen kívül ugye mindegyik társasjátékban többféle van, illetve van, amelyik benne van, tehát van amelyikben van egyféle, van, amelyikben meg nincs. Tehát vannak ezek a játék mechanikák, ami gyakorlatilag a koncepciónak a része, a játék koncepciónak a része az, hogy milyen mechanikával, milyen mechanikák segítségével játsszák azt a játékot. Illetve van egy olyan fontos különbség, hogy kooperatív vagy milyen játékok? Vagy konfrontatív, tehát sokféle létezik. Uh-huh. És így az erejét konkrétan, tehát hogy mint én játékos, miben kell érezzem, hogy leköt, hogy összekovácsol, hogy víz, hogy órákat ott tudok mellette ülni, vagy... Kiderül a filmből. Kiderül a filmből, de igazából, hogyha téged az az adott stílus és az az adott játék megfogott, akkor nem fogod észrevenni, hogy te három órát mellette ültél. De ha nem tetszik, akkor az a 10 perc is kínos lesz. Lehet, hogy oda sül közben valami, hogyha mondjuk három órát ott ülsz. És miért érdemes gyereknek, de felnőttnek is egyaránt társasjátékozni? Mit tud nyújtani? Emocionális téren is rengeteget lehet fejlődni. Kíváncsi leszel a másiknak a reakcióira, elkezded tanulmányozni a másikat. Hosszú távon stratégiát építesz ki, ami megint egy nagyon hasznos tud lenni a magánéletben is. Barátságokat tud megkovácsolni, de például érdekes módon a kooperatív kategória az pont úgy született, hogy Matt Leacock, egy amerikai játékdesigner, állandóan összeveszett a feleségével, kompetitív játékokat játszottak. És ezért kitalálta a kooperatív játékokat. És világsiker lett. Mennyi időbe került mindezt a dokumentumfilmet leforgatni? A rövid válasz erre az, hogy 4 hónap. Megírással együtt ebben minden benne van? Igen, igen. Tehát mindenestől két embernek a munkája többnyire 4 hónap alatt. Az utolsó pár hét az nagyon húzós volt. Uh-huh. Gábornak a, hogy mondjam, az ideg szálain táncoltunk. De minden jó, ha vége jó. Mi volt a legnehezebb ebben a feladatban? Elindulni. Aha. Talán igen, igen, elindulni, hogy rájönni arra közösen, hogy igazából mi az, amit szeretnénk megvalósítani, és mi az, ami megvalósítható. Hány perces a dokumentumfilm? 67 perces. Aha. És nyilván nem azt kérem, hogy itt most dolgokat mondjatok el belőle, de konklúzióként, mint végeredmény, mit tudtok elmondani róla? Hát, kiknek ajánljátok megnézésre? Azt el tudjuk mondani, hogy mik az első visszajelzések a filmről. Hogy az egyik fő, illetve leggyakoribb visszajelzés az volt, hogy az emberek a szűkkörű mozis bemutató után, amikor felálltak, akkor kedvük támadt játszani. Uh-huh. És ezt hallottuk olyan emberektől is, akik egyébként nem szoktak. Uh-huh. Vagy eddig nem csinálták. Arra is van példa, hogy azóta felkerestek minket az üzletbe, és jöttek, hogy akkor ajánljunk, lássuk. Uh-huh. Jó lenne még egy beszélgetés majd az online premier után, mert hogy arra lennék most kíváncsi, hogy itt Romániában, vagy akár szűk köreinkben mennyien társasjátékoznak, vannak-e klubok, vannak-e számok erre vonatkozóan? Konkrét számok a játékosokat illetően nincsenek. Én a saját üzletemet tekintve, amit el tudok mondani, hogy a saját vállalkozásom például múlt évben 40%-kal nőtt, körülbelül forgalmilag.
és az idén pedig nagyon jó eséllyel tudunk duplázni a múlt évhez képest. Uh-huh. Tehát ez Romániában ez egy nagyon robbanásszerűen növekedő üzletág, ez egy üzletág, és egy hobbi, egy közösség, és nagyon-nagyon fogékonyak rá az emberek. Uh-huh. Igen, említettél, tehát hogy szerves részét képezi ugye azok, akik kitalálják ezeket a játékokat. Tehát valóban azért nem semmi kreativitás, logika, vagy magát az, ezeket a szabályokat felépíteni, azért sokszor vannak olyan játékok, hogy többször el kell olvasni, hogy nem érted, csak nem érted. Tehát ezeket mind kitalálni. Hogyan válogatjátok ti a játékokat? Mi többnyire nemzetközi kiadók által publikált játékokat forgalmazunk, de hogy oda eljusson egy játék, azt miután ki van találva egy termék, azután több ezer tesztparti történik az alajátékkal, mert ugyanúgy, mint egy számítógépes kódnál, hogy lehet benne hiba, egy játék elméletben is lehet hiba. És az, ha a játékosoknál bukkan fel, akkor a játék elúszott. Tehát nem egy könnyű feladat. Milyen értéket adhat a társas játékhoz maga a tervező? Tehát ez sokban múlik például a tervezőnek a nem tudom, a stílusán, a gondolkodásán, a világra való rálátásán, és a többi, vagy ezek hogyan szoktak működni? Te belelátsz ezekbe? Nekem szerencsém volt Orsonszki Józseffel együtt dolgozni éveken át, ő székelyudvarhelyi játékfejlesztő, szerepel egyébként a Zsokumentárban is. Milyen jó játékfejlesztő, láttam maga a termék kitalálásától egész a nyomdába való kerüléséig, és onnan pedig a polcra kerüléséig ezt a folyamatot. Hát nem egy egyszerű feladat. Először is a tervező, az tehát egy játék designer, őket úgy hívják, ő megtervez egy algoritmust, ugye, és te azt az életérzést azt át fogod élni azzal a játékkal. Még ha egy absztrakt játék, akkor is vannak ezek a pillanatok, az a ez volt az a helyes mozdulatod, ez annyira emberiek ezek az érzelmek, amiket, hogyha jól megtervez és bele tud tenni abba a dobozba, akkor te ugyanazt át fogod élni, ugyanúgy, mint egy zenénél például, egy zeneszámnál. Dokumentumfilmet azért összehozni nem kis dolog. Hogyan gondolod te? Sokat erről nem tudnék mesélni, mivel ez csak a második filmem. Sok minden múlik ez, attól függ, hogy hány kilométert kell menni, hány megszólaló, mennyire komplex a téma, illetve hogy igazából mennyire tudod beleélni magad. És én meg gyakorlatilag első perctől, amikor elmondták, hogy ez lenne a téma, erről kéne csinálni a filmet, mondtam, hogy hú, basszus, mekkora lehetőség, mert ez egy színes világ. Ez egy színes világ, ahol ilyen miniatűrök vannak, és már egyből elkezdett az agyam pörögni, hogy képileg milyen megoldásokat lehetne használni, és beletette a maximum gyakorlatilag a filmbe, úgyhogy remélem, hogy látszik is. És hát mindenféleképpen hiánypótló. Hát most szeptember 19-én akkor mindenki megtekintheti, és valóban reméljük, hogy meghozza az embereknek a játék kedvét. Én is szoktam, ritkán, igaz, de egészen úgy hiányzik. Hiányzik az a közösségi élmény, hiányzik az a felháborodás, az a druk, hogy sikerüljön. Nagyon-nagyon jók a játékok. Sok sikert nektek. Köszönjük. De hát majd a visszajelzések azok ezután fognak érkezni. Nagyon kíváncsian várjuk. És hát hajrá a továbbiakban. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük a meghívást. Előfordult már önökkel, hogy elképzelték, milyen lehet a folyók, tavak vagy a tengerek mélyén rejlő világ. Magam is eljátszottam már ezzel a gondolattal. Akadnak viszont olyanok, akik nap mint nap alá merülnek, és a víz alatti világ csodálatán túl fontos munkát végeznek. Hogy kik ők, kiderül a következőkben. Buvárkodásban ez a jel, amit kint azt mutassuk, hogy minden rendben van, ez azt jelenti, hogy megyünk fel. Úgyhogy ez az, amikor minden rendben van a víz alatt.
ez pedig, hogy megyünk le. És... Épp a búvárok víz alatti kommunikációját segítő jelzéseket mutatja be stábunknak Kovács Róbert, a Maros megyei barlangi és hegyi mentőszolgálat vezetője. Az Egyesület búvárcsapata már 10 éve segíti az országos katasztrófa védelmi egységek munkáját. Emellett 2014 óta búvároktatással is foglalkoznak. A csapat így lehetőséget biztosít az alkalmazottaik és önkénteseik, illetve amatőrök számára is a búvárkodáshoz szükséges alapismeretek elsajátítására. A lényege a búvártanfolyamnak az, hogy van egy elméleti oktatás. Az elméleti oktatás során elmeséljük nekik, hogy miből áll a felszerelés, megismerik a felszerelést. Utána elmeséljük azt, hogy mi a különbség a víz alatt, mik történnek az embernek a testével, és milyen balesetekre lehet számítani, ha nem tartanak be bizonyos szabályokat. Hisz ha probléma van, itten nem tudod felhívni a segélyszolgálatot. Víz alatt vagy, és ha nincs levegőd, akkor meg nagyon kevés az az idő, ami meg kell oldjad a problémát. Ellenben, ha azt a pár szabályt betartsuk, amit megtanulunk a tanfolyam alatt, akkor nagyon biztonságos. Hobbi búvár képzésre ugyanakkor bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 12 évet, tud úszni és szereti a vizet. Az elmúlt években több százan vettek részt az Egyesület tanfolyamán, közülük sokan ma is aktívan búvárkodnak. Az oktatás záró mozzanata a vizsga, a nyílt vízi merülés, amikor a sikeresen teljesítők megszerezhetik a nemzetközileg is elismert búvárkártyát. Stábunk a vizsgázókhoz csatlakozott, akik éppen a böződító fenekére merülve ültethették a gyakorlatba a képzés során elsajátítottakat. Ők már levizsgáztak a medencébe. Ez azt jelenti, hogy megtanulták az összes olyan gyakorlatot, amit a víz alatt el kell tudjanak végezni. Úgyhogy most a mai vizsgán ezeket nézik a kollégáim, hogy megfelelően lebegjenek, hogy biztonságban érezzék magukat, hisz egy olyan búvár, amelyik fél nagyon gyorsan meglátszik a szemén, tudjuk, hogy most ő biztonságban van, vagy éppen közel van a pánikhoz. És ha ezeket teljesítik, akkor átestek az első nyílt vízi merülésükön. Amiatt, hogy mi is kezdők voltunk valamikor, úgy tudjuk, hogy tudjuk. Hát emlékszünk arra, hogy mit jelent az, hogy kezdő lenni. Mi nem működik, mikor kezdő vagy. Évről évre, mikor az új önkénteseinket tanítsuk, hogy búvárkodjanak, rájövünk, hogy mik azok a gyenge pontok, amiket valahogy rövidítéseken át minél hamarabb megtanítsuk, vagy inkább azt csináljuk, hogy valahogy úgy csináljuk, hogy jöjjenek rá, hogy mit kell csinálni. Ez egy nagyon nagyszerű élmény volt, ez az első nyílt vízi merülésem. Nagyon fel tudtam használni azokat a tapasztalatokat, amiket szereztem a tanfolyam során, és rengeteg szép dolgot lehet lent látni, egy teljesen más világba kerülünk be, amikor lesüllyedünk a folyótó vagy esetleg tenger aljára. A hobbi búvárképzés a búvárcsapat munkájának tört részét képezi csupán. Fő tevékenységük azok a búvárakciók, amelyek során eltűnt személyek keresésében jelentenek nélkülözhetetlen segítséget a katasztrófavédelem, a hatóságok és az elhunytak családjai számára. Sajnos nem mentésre jövünk ki, hanem vízbefúrt embereknek a kiemelésére. Hisz nem vízimentők vagyunk, hanem búvárcsapat. Azért jövünk ki, hogy azt az embert, aki sajnos meghalt, azt kiemeljük és átadjuk a családnak. Tánc, opera és színház mindezekkel a kulturális programokkal várja önöket ma a kimenő. Ruccanjunk ki együtt, jöjjenek a részletek! Köszöntök mindenkit szeretettel! Ma szeptember 14-e van, kedd. 1964-ben Walt Disney megkapja a Fehér Házban a Szabadságért érmet, és ezen a napon született 1968-ban Dorogi Barbara, magyar színésznő, énekesnő. Itt a kimenő Labanc Dáviddal és Erdély eseményeivel.
DJ még Gustav Papuccino, Amuccino és Pepe a hírhet négyes, már iskolás koruk óta együtt vannak, együtt játszanak, együtt bandáznak és elválaszthatatlanok. Egy napon ez a banda már unalmasnak tartja a megszokott életmódot, így újabb kihívásokat keresnek. A Papa Mia előadást szeptember 25-én 19 órától tekintheti meg a nagy érdemű a Tamási Áron Színházban Sepsiszentgyörgyön. Majd meglátjátok, a fiatalok legtöbbször ezt a választ kapják, ha megkérdőjelezik az őket megelőző generáció értékrendszerét, gondolkodását, mindennapjait. Mintha a több tapasztalattal rendelkezők ezzel azt mondanák, meglátjátok, hogy titeket is felcsavar majd a rutin, előbb-utóbb ti is feladjátok az álmaitokat. A fiataloknak meg nem marad más, mint annak a reménye, hogy rajtuk is kell múljon valami. Az ásókapa próba folyamatát egy kutatási fázis előzte meg, melyben 21 interjú összesen 320 oldalnyi szöveg készült különböző korosztályú, illetve családi állapotban élő személlyel. Az előadás szeptember 19-én 19 órától tekinthető meg Kézdivásárhelyen, az Udvartér Teátrumban. A csárdás királynő könnyed szépségét akkor tudjuk igazán megbecsülni, ha elképzeljük, miféle borzalmak árnyékában született. Miközben Európában az első világháború tombolt, Kálmán Imre egy elszigetelt osztrák üdülőhelyen dolgozott élete és a magyar operett irodalom legsikeresebb művén. És talán az is hozzájárult az operett sikeréhez, hogy rengeteg bájjal és humorral szólt olyan problémákról, amelyek 100 évvel ezelőtt életeket döntöttek romba. Kálmán szerelmeseit a társadalmi osztályok közötti áthághatatlan különbség választja el egymástól, szerencsére csak az utolsó felvonásig. Csárdás királynő a Kolozsvári Magyar Operában szeptember 19-én 18 órától. Eddig tartott a mai műsor, köszönöm a figyelmüket. A hétköznapok nagy rohanásában ne felejtsék el kivenni a kimenőjüket. Remélem holnap is velem tartanak, a viszontlátásra! Ma este 7 óra, akkor híradó, ma is bennünket Jakab Péter Emese vár az aktualitásokkal. Szervusz Emese, mivel várod ma a tévénézőket? Szervusz Izabella! Az élő zené és a felhőtlen örömé volt a főszerep szombaton a Boncidai Bánfi kastély udvarán, hiszen újra összeállt Közép-Európa legnagyobb zenekara. Az iskola alapítvány szervezésében első alkalommal érkezett Romániába a City Rocks, ahová elsősorban Romániából és Magyarországról érkeztek énekesek, zenészek. Mutatjuk röviden a mai nap legfontosabb híreit, 7-kor kezdünk, tartsanak velünk! A virágnak megtiltani nem lehet. El kell ismerni az azonos neműek házasságát és élettársi kapcsolatát az Európai Unióban, döntött az Európai Parlament. A döntés Romániát, Magyarországot és Lengyelországot is érinti. Becsengettek. Az iskolakezdés nem csak tanévnyitókat jelent, hanem tanszervásárlást, kísérleti programok beindítását, de a járvány további terjedését is. A sport fontos, a nőknek különösen. A sportot népszerűsítették Csíkszeredában a nők körében. Szó volt az étkezésről, a mentális felkészülésről, de jelen voltak élsportolók is. Köszönjük, hogy velünk tartottak ma is, holnap is én várom önöket, legyen szép estejük, viszontlátásra!